Örök kérdés, hogyan engedjük el a múltat, és hogyan lépjünk túl egy fájdalmas szakításon? Vendégünk a témában Pilát Gábor, párkapcsolati kócs. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Túl kell-e lépni, túllépünk-e? Én azt mondom, az elengedés könnyű. Tudunk-e túllépni? Könnyű az elengedés azoknak az embereknek, akik megmerik hozni a döntést, és kellene erősek hozzá. Viszont ugye, hogyha az átlagról beszélünk, azért ennél sokkal nagyobb a probléma. Igen, én azt gondolom, hogy szóval kijelenthető az, hogy aki a repüléstől fél, az nem a repüléstől fél, hanem a zuhanástól fél. Tehát amikor az embernek problémája van az elengedéssel, akkor alapvetően a birtoklással van baja. És egy nagyon jól megfigyelhető dolog az, hogyha valamit minél jobban birtokolni akarunk, azt annál inkább elveszítjük. Hát ugye amikor megveszi a Pali az új autót és belerak 8 riasztót, és milyen érdekes pont azt lopják el. És egy párkapcsolatban is így van, hogy minél jobban megpróbáljuk a másikat magunkhoz kötni, annál inkább eltaszítjuk és el fog menni, mert hogy ugye az ember nekiindul egy falnak és elkezdi nyomni, akkor egyre jobban nyomja, akkor azt látja, hogy egyre jobban nyomja vissza a fal. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggésként működik, tehát az elengedés az már nem feltétlenül olyan nehéz, hogyha az embernek a birtoklással való elgondolása a helyén van. Visszavezetve az, hogy mondjuk másik szempontból megvizsgálva, az, hogy valaki ennyire nyom minket, az jelentheti azt, hogy a szabadságunkat korlátoz, és azért akarunk menekülni, mert érezzük, hogy annyira próbálja ezt a szeretetét ránk pusolni akár. De ez nem szeretet, ez birtoklás. Így van, tehát, hogy... De nyilván azért van valaki a másikkal, mert szeret, és túlságosan megfojtja. De mondjuk vegyünk egy olyan példát, hogy van az embernek egy gyereke, és ez tényleg feltétel nélkül szeretet, tehát leginkább felé tudja megélni. De amikor ebben a szeretet állapotában csak annyit megteszünk, hogy a gyereket az ölünkbe ültetjük, és átöleljük, és egyre szorosabban fogjuk, és a gyerek nagyon szeret minket, és mégis azt fogjuk tapasztalni, hogy egy idő után kiszabadul ebből a kötelékből, és el akar menni, mert a birtoklást ilyen szempontból ő se viseli el, amikor le van olyan mértékben korlátozva, hogy akár a szabad mozgásában. Az elengedéssel kapcsolatban meg azt látom, hogy mindig érzelmileg akarjuk elengedni a dolgot. És én állítom azt, hogy érzelmileg nem lehet elengedni. Mert hogy ugye az éremnek két oldala van, és az egyenlet az úgy néz ki, hogy egy párkapcsolat az észszerűségből és érzelemből. És hogyha megtanultuk az általános iskola olyan negyedik körül, hogyha nullát bármilyen számmal szorozzuk, akkor nulla marad. És hogyha az érzelem oldaláról akarjuk elengedni, akkor nem fog menni. Tehát először azt konstatálni kéne azt a tényt, hogy történetesen az nincs, vagy kilépett az életünkből az a valaki, és akkor innentől kezdve egy picit könnyebb lesz az elengedés. Nem azt mondom, hogy az érzelmek nem fognak jönni. Ugye az ember a gondolatait nem nagyon tudja befolyásolni. Milliószor vizsgálták, hogy honnan jönnek a gondolataink. A mai napig nem tudjuk. És mert azokkal az emberekkel, akik mégis ezt meg tudják tenni, elengedik, azt mondják. Érzelmileg, ugye, mint ahogy mondtad, említetted, nem tudjuk elengedni, de már nyitja a következő ajtót, és valahol máshol próbál mondjuk, ugye, volt ilyen boldogságot. Nálam nem, hál' Isten, de mint ahogy tudjuk, rengeteg ember igazából tetézi a problémát. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk lenne egy háromszobás lakásunk, és attól várnánk, hogy rend legyen, hogy összenyitjuk azokat a szobákat, ahol egyesével rendetlenség és zűrzavar van. Tehát először rendet kéne tenni, le kéne zárni, tényleg az elengedést végigcsinálni, és utána lehetne nyitni a következőt, mert az a baj, én azt látom nagyon-nagyon sok párkapcsolati konzultáció után, hogy még annak a kapcsolatnak, aminek egyébként lenne létjogosultság és lenne energiája, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban megássák a sírját, hogy úgy lépnek be, hogy mondjuk valamelyiknek nincs egy befejezett és lezárt múltja. Egy nagyon érdekes felmérés az, hogy például amikor szeretősdi viszonyból lépnek ki, ugye ott általában 90%-ban megmarad a hitegetés. Ez a szívem most már a jövő karácsony. 98 szerintem. Tuti együtt töltjük, igen, a jövő karácsonyt, és ez sose jön el a jövő 8 karácsony. 8 év után is, persze. Igen. Holnap elhagyom a feleségem. És abban a 10%-ban, amikor meg valaki megy a bőröndel és bekopogtat, és az egyikből belép a másikba, ez nagyon érdekes, hogy ezeknek a kapcsolatoknak egy éven belül a 95%-a tönkre megy. És akkor mondhatnánk azt, hogy azért, mert más két hetente lopva találkozni valakivel egy szállodában, mert más ez a működési alap. Mesélj róla. De fogalmam sincs, hát ki mondta, van egy izgalma. Hát nyilván van lehet. Egy izgalma, de hogy mégse emiatt megy tönkre, hanem azért, mert nem stabil alapokra építkezik. Mert ott még nincs elengedve a másik, és még az is nagyon kevés sokszor, nagyon érdekes, hogy az le van zárva az a kapcsolat, hogyha nincs elengedve. Én láttam olyat, amikor elváltak papíron. 5 éve a világ két végén éltek, egy szót nem beszéltek, és még mindig nem volt történt meg az elengedés.
és csodálkoztak, hogy egyesével új és új kapcsolatokba kezdenek, és mindig zsákutcába fut. Az a fajta birtoklás, amiről a legelején beszéltünk, az mondjuk sok esetben abból is adódhat, hogy, hogy az egyén nem elégedett magával, tehát saját maga nincs kész mondjuk személyiségben, és úgymond elkezdi a másikat úgy birtokolni, mert mondjuk magában nem biztos, vagy neki vannak félelmei? Nem, pontosan ez van mögötte, amit megfogalmaztál. Tehát az igazság az, hogy rossz alapanyagból nem lehet jó vacsorát főzni. Akármennyire jó szakács vagy, és akármennyire jó recept. Ezt reméljük, hogy a takács úr ma lehet, hogy... Nem rossz alapanyagokkal érkezett hozzánk. Szóval nem, a szerelem érzése megélhető. A szexualitás tökéletesen megélhető, csak a másik oldalon ugyanígy bekerült az a korábban említett nulla. És de jó, hogy mondtad ezt a szerelem érzését, hogy megélhető. Bármilyen állapotban megélhető. Lehet rossz állapotban valaki, a szerelem be tud ütni, attól még fergeteges pillanatokat tudnak együtt tölteni, és mégis a végeredmény az, hogy nulla. Ugye látjuk azokat a gyerekeket, akire azt mondják mondjuk, hogy végtelen tehetséges, és akármi is lehet belőle. És telik múlik az idő, és az derül ki, hogy semmi nem lesz belőle. A lehetősége megvolt. Tehát a lehetőség önmagában a szerelem az jó, csak hogyha a másik oldal nincs mögötte, akkor nem jutunk messze. És annak a felelőssége, hogyha mondjuk kilépne a Vivi a második házasságából, és még mondjuk nem zárta le, és ő így akar elindítani a kapcsolatot, akkor hogyha azt a másik fél nem veszi észre, hogy ő még nem zárta le, ki ott a felelős? Azt gondolom, hogy mindig a nagyobb tudású, a nagyobb felelősség. Nyilván az emberekre nincs ráírva, hogy ő még tökéletesen nem engedte el azt a dolgot. Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, amikor ez kiderül, és utána még folytatják. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy vannak azok a távolságok, amikor nem érdemes azt addig folytatni, amíg ott rendben nem kerül, illetve folytathatják, csak utána annak az ódiumát vállaljuk, hogy az előbb-utóbb tönkre megy. Nyilván elég ehhozzá, hogyha egyik zűrzavarban van. Tehát nyilván a legbonyolultabb az lenne, hogyha mondjuk ő úgy lép neki ebből a házasságából, hogy mondjuk veled kezdene viszonyt. És akkor mind a kettőtöknek van valaki. Mind a kettőtöknek, és akkor azt az űrzavart már nem is nagyon lehetne tetézni. Azt nem lehetne. Viszont párkapcsolati tanácsadóként vagy coachként. Mi arról a véleményed, hogy... Én bocsánat, csak muszáj megkérdeznem, hogy az elengedéshez, mint olyan, hogyha valaki gyakorlatban szeretné alkalmazni, mi az, amihez tud kapaszkodni, vagy amibe tud kapaszkodni? Meneküljön a munkába, kezdjen el sportolni, változtasson a haján, mert hogy nyilván kell egy kapaszkodó a szakítás után, ami erőt ad. Igen, azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mindig kell egy stabil pont. Tehát ugye amikor eltévedünk egy nagyvárosba, akkor is keressük a stabil pontot, hogy melyik utca sarkán vagyunk, vagy a GPS megmondja. Mert hiába van ott a térkép, hogyha mi nem tudjuk, hogy hol állunk, akkor megmarad az űrzavar. Tehát, és pont ez, amiről beszéltünk, hogy nagyon sokszor a stabil pontot az érzelmi oldalon keresünk, és ott nem tudunk találni. Mert noha attól hangos az egész internet, meg minden, hogy engedd el. De jogos a kérdés, hogy szerdán hogy engedjem el, akit kedden még szerettem? Tehát ha a másik oldalról konstatáljuk azt a tényt, hogy nincs, az már az első lépés, és a második pedig az pontosan, amit kérdeztél, hogy nagyon két rossz megoldás van, én azt látom. Az egyik az, amikor kényszeresen elfordítjuk a fejünket. Tehát mondjuk kényszeresen az ember elkezd sportolni. Iszonyatosan beleveti magát a munkába. Ez nagyon jó, mert pillanatnyilag elfedi ezt a dolgot, de attól még nem történt meg az elengedés. A másik az, hogy beengedjük a fájdalmat, mondjuk, csak benne maradunk. Tehát így elkövetjük a múltig egészen, és már elkezd gerjedni. Tehát az egyetlen jó megoldás az, hogy képesek vagyunk megélni a fájdalmat, beengedjük, de nem maradunk benne, hanem az ahogy jött, engedjük. Nem is marad bennem, az utolsó kérdés is lezárhatjuk. Párkapcsolati coachként a megcsalást mit tanácsolsz egy párkapcsolatnak? Megbocsátjuk, vagy ne bocsátjuk meg? Azt gondolom, hogy megcsalás se ott kezdődik, hogy megcsalás. Annak vannak előzményei. Köszönjük. Ez is egy külön téma, és erről sem érdemes beszélni. Kitért, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.